Az MSZP szerint a pedagógus béremelést abból a 2590 milliárd forint plusz adóbevételből kellene kifizetni, ami az államkincstárhoz idén hivatalosan beérkezett. Orbán Viktor szerint erre azért nincs lehetőség, mert minden plusz bevétel a rezsivédelmi alapba megy. Komjáti Imrét kérdezzük. Aki az MSZP társelnöke, jó estét! Jó estét kívánok a nézőknek is! Ebből az alkalomból a piros póló nélkül érkezett. De kockásinkben. Hát legalább. De itt van belem a kalapács sem. 90 milliárd, ezt nagyjából nem tudjuk felfogni, hogy ez mennyi pénz, ez irgalmatlan sok. Ez ilyen költségvetési méretű pénz. Hogy számolta ki, hogy ez annyi? Ezt nem mi számoljuk ki, költségvetésben ez benne vannak ezek a számok. Egyébként kiváló politikusunk. De az is benne van, hogy azt mire költi az állam? Természetesen kiváló politikus társam Bajda Zoltán, a Költségvetési Bizottság elnöke. Tőle vannak információink. A tekintetben is egyébként, hogy micsoda viták folynak a bizottságban, mert hát azért ott sem értünk egyet azzal, hogy miközben egy súlyos megélhetési válság elején vagyunk még, akkor egy ilyen rezsivédelmi alapba eltüntetik, mint egy bűvészkalapban a pénzt, és aztán elővarázsolnak olyan számokat, amelyeket Orbán Viktor is mond, hogy minden családnak 181 ezer forint jut, átlag alatti fogyasztás is, és ilyen hókusz-pókuszok. Valós segítség lenne szükség a bajba jutott embereknek, ugyanúgy, ahogy a Covid válság alatt volt. És szeretném emlékeztetni a nézőket arra, hogy akkor is volt egy gazdaságvédelmi alap. Abból a gazdaságvédelmi alapból például Mészáros Lőrinc kapott a szállodáira pénzt, miközben a szállodáiból meg embereket bocsájtott el. Nem szeretnénk, hogyha a rezsivédelmi alapból ne a bajba jutott magyar emberekre költenék, például pedagógus béremelésre, például a szociális szféra megsegítésére, mert jó néhány szociális szférában dolgozó ugyanolyan megélhetési problémával küzd, mint az, akiken neki segíteni kell. Menjünk sorjában, itt van ez a szabad szemmel felfoghatatlan össze, 2590 milliárd forint. Azt mondja Orbán Viktor, hogy ez megy a rezsivédelmi alapba. Ha önök a Költségvetési Bizottságban megkérdezik, hogy ebből a rezsivédelmi alapból konkrétan milyen tételeket, milyen ütemezésben és hogyan finanszíroz az állam, akkor megjelenik ez a 2590 milliárd forint, és az tételesen követhető, hogy hova megy abból a pénz? Tételesen követhető, hogy hova megy a pénz, az látszik, hogy mire költenek, de inkább arra szeretném a fókuszt irányítani, hogy mire nem költenek. Ezt én értem, csak jó lenne érteni, hogy mit jelent a rezsivédelmi alap. Tételesen, tehát az MVM finanszírozását jelenti? Többek között. Az MVM finanszírozását és minden olyan finanszírozási formát, amelyet a kormány úgy gondolja, hogy most jelen pillanatban ez megoldást jelenthetne. De a megoldást elsősorban mi abban látjuk, hogy a kis és középvállalkozásokat kellene segíteni, azokat kellene támogatni, célzott támogatásokkal. Csak egy példát mondjak, egy pékség irgalmatlan nagy energiaigényű, egy kárpitos, ahol olyan anyagokkal dolgoznak, amelyek hőmérsékletérzékenyek, a ragasztók, az anyagok, a számítógépvezérelt varrógépek. Ha ők nem kapnak támogatást, akkor munkahelyek szűnnek meg, és bezárnak a vállalkozások. Mi ezekre költenénk, de azt is el kell ilyenkor mondanunk, hogy a rezsivédelmi alapnak nevezik, a rezsit úgy lehetett volna igazán megvédeni, hogyha elfogadták volna az MSZP-nek azokat a javaslataikat, amit hosszú évek alatt már letettünk az asztalra, például a Panel program újraindítása, a kádárkockák szigetelésének támogatása, akár önrész nélkül. Azok az intézkedések, amelyekről azt mondjuk, hogy ha egyébként a 27% áfát az energiahordozók esetében 5%-ra leengedték volna, akkor ezzel is segíthetnék azokat a kis és középvállalkozásokat, önkormányzatokat, magán embereket, akik bajban vannak, és akkor a költségvetésből közvetlenül ott hagynának az embereknél pénzt. Most ugye van egy helyzet, az MVM súlyosan alulfinanszírozott, elképesztő költségei vannak. Láthatóan saját forrásából nem tudja ellátni azt a feladatot, amit rárógtak.
Ugye most itt mindenféle nagyon hosszú és ebben a műsorban szinte kifejthetetlen kutatások láttak napvilágot arról, hogy miért nem fog lejjebb menni drasztikusan, ha csak a kormány saját maga hatáskörében nem dönt úgy a lakossági gázár. Mert hogy pontosan az történik, hogyha ezt megteszik, akkor az MVM fizetésképtelen lehet. Erre mondja azt Orbán Viktor, hogy ide megy a pénz. Van-e még olyan forrása az államnak, ami mondjuk az MVM megmentésén túl, ami azt gondolom közös érdek, hiszen az a ellátó szolgáltató rendszerünk, azon túl olyan gesztusokat tudna tenni, mint amit a német kormány ma bejelentett, a decemberi rezsiszámlákat kifizetik a lakosságnak. Természetesen is nem csak a Németországban, hanem egyébként Ausztria, amire a Covid-válság alatt Orbán Viktor többször úgy hivatkozott, hogy az a labor számunkra, és mi mindig azt figyeltük, hogy Ausztria mit csinál, és majd mi utána megyünk. Akkor sem ez történt, most sem ez történik. Ausztriában is célzott támogatásokat kapnak a kis és középvállalkozások, és célzott támogatás pénzbeni, kézzelfogható pénzbeni támogatást kapnak az állampolgárok. De van itt annyi pénz? Minden bizonnyal át kellene ütemezni a költségvetést. Nem véletlenül mondtuk azt, hogy behozták a költségvetés vitáját idő előtt, és nem egyeztettek olyan szociális partnerekkel, mint például az érdekegyeztetésben nevezzük így, mert nem, ezt most nem akarom kibontani, hogy minek is nevezzük, a munkáltatók és a szakszervezetek, mikor egy asztalhoz ülnek, azt ugye érdekegyeztetésnek nevezik, nem ültek le velük például a minimálbér kérdésében sem tárgyalni, hogy lehetséges lenne egy hosszú távú megállapodást kötni, ebben a helyzetben hogyan lehetne több pénzhez juttatni az embereket, és például azt arra tennék az MSZP-nek azt a javaslatát, hogy tegyék az adómentessé a minimálbért, mert ezzel úgy lehetne segíteni a vállalkozásoknak, hogy gyakorlatilag ez nem kerülne nekik egy forintjukban sem. Azonnal 15%-os béremelés lenne. Tehát vannak itt javaslatok bőven, egyszerűen csak meg kellene hallgatni, és nem makacsú ragaszkodni az eddigi politikához. De amikor azt mondja a kormány, miközben tüntetnek, és miközben réglátott társadalmi összefogás bontakozik ki a pedagógus bérek ügyében, és általában az oktatás ügyében, majd ha Brüsszel adja a pénzt, majd akkor lesz erre forrásunk. De nem Brüsszel felelőssége. Akkor milyen más forrásokat lehet erre találni? Tehát ezek szerint a kasszában egy vas nincsen. Van a kasszában, ugyanis még egyszer hangsúlyoznám, folyik be a brutális 27%-os áfából folyamatosan minden egyes áremelés, akár az energiaáraknál, vagy a rendszerhasználati díjra, amit megemeltek, és nem is értik az emberek, hogy ez miért történt így, meg ennyire. Folyik be az áfabevétel, ezt kétféleképpen lehetne visszaadni az embereknek, vagy lecsökkentik az áfát, és úgy adják oda, vagy pedig, ahogy említettem, ha egyszer beszedik, akkor célzott támogatásként adják oda azoknak, akik a legnagyobb bajban vannak. De egyébként azt szeretném megjegyezni, hogy üzent a szülő, a tanár, a diák az utcán, hogy baj van, és hogy fejezzék ezt be, hogy kirúgják a tanárakat, hogy nem hajlandóak érdemi tárgyalást folytatni a szakszervezetekkel, mert ez látványkonyha, amit csinálnak, ez nem érdemi tárgyalás. Végre valahára el kellene jutni oda, hogy meghallgatja őket a kormány, és nem lesöpri ezt az asztalról, mert nem maradt tanár. Nem ilyen jövőt szánunk a gyerekeinknek, mint Parrag László mondott, hogy olcsó munkaerő. Márpedig, ha ezt folytatják, elmennek a tanárok egy HRS-nek egy céghez, vagy elmennek egy kisbolt beladónak, nem marad tanár, aki gyerekeinket tanítsa, akkor Európa bérrabszolgái lesznek a magyar emberek. Mi nem ilyen jövőt szánunk neki, az MSZP nem ilyen jövőt szán a gyermekeinknek. A jövő és az MSZP jó fejezet cím, ez itt a beszélgetésünk vége felé, most frissen választott társelnök. Itt felmerült a héten valamelyik beszélgetésben, hogy na, de hova tűnt az MSZP? Mit csinál az MSZP? Van 300, közel 300 helyi szervezetünk. Van több mint 40 polgármesterünk. Van több mint 360 önkormányzati képviselünk. Az MSZP az él, és élni is fog. Van egy kiváló programunk, amelyet meg is valósítanánk abban a helyzetben, amikor döntési helyzetbe kerülünk. Vannak kiváló politikusaink, akik gyakorlatilag az egész társadalmi réteget le tudják fedni, mindenkihez tudunk szólni, oktatáspolitikáról, rendvédelemről, szociális ügyekről. Az MSZP abban hisz, hogy a baloldali eszmék tartják egyben a nemzetet. Például a szolidaritás.
A szolidaritás 12 éve folyamatosan támadja az Orbán kormány. Kell egy szociáldemokrata párt, amely zászlajára tűzi a szolidaritást, ezt megtettük, nem csak szavakban, cselekedetekben, emlékezzenek a nézők az éhségmenetekre, emlékezzenek a Suzuki-nál történt akciókra, nem csak szavakban, hanem tettekben, ahogy annak idején Kis Péter mondta, hogy több akció és kevesebb szó, ezt fogjuk képviselni, és én arra tettem esküt a kongresszuson, hogy Isten engem úgy segéljen, az MSZP újra erős és büszke közösség lesz. Ezért fogok dolgozni az elkövetkező években. Nem akarok mély ütésbe vinni, a végére itt van a Friss Medián, ez ma még elő fog kerülni egy másik beszélgetésben is, ott az MSZP-t 2%-ra mérték Hanendrék. Úgyhogy lesz dolga bőven. Lesz dolgom, a munkahelyemen azt tanultam meg annak idején, hogyha üzemzavar van, akkor arra kell koncentrálni a feladatra, és semmi olyanra, ami negatívum, mindenre, ami pozitívum, mert elvonja a figyelmet a munka és a feladat. Értem a választ. Komiát Imre, köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.